közben hívásom volt, ezért maradt abba a videó. Hopp, megjelent a másik tengersorunk. Bence most tekeri vissza, amit a csiribiri száncsengő eltekert. Na figyeld, már annyira elég. És mi lőm, csodálkozás. Menj onnan, hallgassuk meg a blokknak hangját. Abba hagyta, bazd meg! De ha ezt bevittük volna, esküszöm neked, mert amikor húztad a gázt, akkor már rendesen kopogó hangja volt. Ezt bevitted volna Magyarországon 10 darab motor szervizbe, a jó Isten verje meg, gitár nőjön a hasamra, rákok pengessék, hallod? Citera legyen a fülem. Ha nem, abból 8 azt mondta volna, hogy ez csapágyas, dob ki. Mert körülbelül ennyit értenek hozzá. Még finomíts rajta a fiam. Mert valójában nehogy vérérsétek, mert azt mondják, hogy Tasi Gizda vagy, ez már nekünk nem tetszik. A szakma nem trágyahordás, testvérem, érted? Ez. Nem az, hogy fogom magamat, érted, bemegyek az iskolába 3 év, 2 év, 1 hónap, 3 hónap, hülye vagy? Lobogtatom, hú, geci, én motorszerelő vagyok. Ebben az országban nincs 10 motorszerelő. Azok viszont, akik vannak, akiket ismerek, nem akarom név szerint őket megemlíteni, 1-2 videókat is fölrak. Egyet megemlítek. Várjál. Vedd vissza, mert ennek 700-on ketyegnie kéne. Mindjárt megnézzük itt. Itt sok többet mutat, persze. Mert ugye ez csalóka. Így van. Egyből tudja a 700-at. Elhúz innen. Ugye nincs rajta a légszűrő ilyenkor izé? Még nem elég. Mondjuk már meleg. Nem, az mikor beindultuk ugye. De már meleg ez. Ha? Gyerekek, hogy van ez? Ugye? A Tasi. Mindig a Tasi. A Tasi. A Tasi. Szerintem ez a kuplung már. Hát figyelj, bazd meg, 40 éves motor. Hát én azt mondom, itt a gazdája is biztos nézi. Én azt mondom, hogy érted, itt menj be a sorokba, oda térdelj le, tedd össze a két kezedet, mondjál egy mi atyánkat, és örülj neki, hogy ez még meg. Jaj, nyomások se a legjobbak. De hogy nem csapágyas, és nincs az, hogy szét van kopva, meg ilyenek, az biztos. Jó? Egyben megy, van. Tudod, hogy kopogott ilyenkor? Na, zárjuk ezt le. Már itt van neki egy billenő tapcsolója. Szóval, következő, holnap nem vagyunk. Visszük ki a cuccokat az ANTS-re. Pénteken jön egy szerb barátunk, neki megcsináljuk a motorját. Ő is kijön, meg van hívva az ANTS-re hozzánk. Igazából én azt mondom, hogy 3 perc, még hagyj pofázzak 1,5 percet. Én igazából azt mondom, hogy mindenféleképpen ez nekem rögeszmém. Legyél te könyves, burkoló, ahhoz, hogy ezt egy szakmát tényleg el tudjál sajátítani. És te azt csinyád, binyád, ahhoz annyit kell szopnod, annyiszor duplán kell szerelned egy autószerelőnek, vagy ha vagy egy kövesnek, annyi falat el kell baszni, annyi kéményt, meg annyiszor bazd meg el kell törni lapot egy burkolónak, hogy rájöjjön arra, hogy hogy is kell azt csinálni. Mert azt mondom neked, van ez a szó, közmondás, hogy az okos ember a máskárán tanul. Lófaszt. Nem tanul. Nagyon kevés az az ember, aki a máskárán tanul. Azok nem itt vannak, érted? Azok az egy teljesen külön faj. Jó? Na szóval azt tudom mondani, hogy a Wertlit rendbe hoztuk, nincs kikopva, nincs szétbaszva, de, hogy mondjam, ez a történet, amit most előadtunk, majd megbeszéljük az emberrel, meg gumiról is beszélt, meg fékekről. Én szerintem a gumikat nem kéne cserélni, mert semmi bajuk nincs ebben, még úgy elmész 2 évet, mint a picsa. Mindenesetre jó össze volt ez kendácsolva. Én azt nem értem, gyerekek, és akkor még egyszer mondom, tehát nem tudok ez mellett elmenni. Le van kötve róla, látod, mondtam nektek egy csomó mindent. Én azt nem értem, hogyha vannak azok a szerelők, akiknek nincs munkájuk, és akkor tudod, kimegy így a kapu elé, érted? Ki van írva, motorszerelés, ilyen izé, ennyiért csinálom, ennyiért gumizok, ennyi, és kiáll a kapu elé, érted? Benéz a portájára, benn van itt egy 2 olyan motor, ami ott áll, már nem érti. Néz ki jobbra, néz ki balra,
és mint az indiánok a füstjelekkel várja. Csak jöjjön már valami palimadár, hozzon már valami motort. Az meg. Be kell fizetni a villanyszámlát a kurva életbe. A gyereknek is torracipőt kell venni. És akkor bejön egy ilyen motor, érted? Bejön egy ilyen motor, hót hülye hozzá, érted? Na majd ezt megkendácsoljuk. Nem baj, kérünk érte. Itt elmondom, 130 ezer forintra vette le a gazdáját, itt elmondta a gazdája, sőt, csinálok vele videót. 130 ezer forintot fizetett ki a gazdája azért, hogy szétbaszta valójában a motort. Ha így maradt volna, hogy így el volt tekerve, csapágyas lett volna a motor, ha így használja a gazdája. Én 130 ezer forintért 6 darab gyertyát kicserélni, és eltekerni a szinkront. Szerintem azért, na ez a drága. Jó? Na, köszönjük szépen a figyelmeteket. Pénteken még lehet, hogy szerintem pénteken se jelentkezünk, jó? Azt hiszem most itt megszortam itt a YouTube-ot is, megszortuk a Facebook-ot is. Legyen ez elég, jövő héten, hétfőn jelentkezünk, addig meg húzigáljuk mi is a bőrt, és gizdáskodunk. Na, sziasztok!